Elbillennek, mint ahogy a közösség iránti a elkötelezettség, ez az, ami mentén a program kialakult, és ami mentén a kampány bonyolódik, mondta a VMS elnöke. Jelennek meg azonban olyan hangok a vajdaságban, amelyek ennek létjogosultságát megkérdőjelezik, tette hozzá. Úgy próbálják bemutatni ezt az egész történetet, ami például a Nemzeti Tanácssal kapcsolatban történik, hogy egyrésztről a Vajdasági Magyar Szövetség a felelős azért, mert hogy nincsen neki ellenzéke, mi vagyunk felelősek azért, mert hogy kevesebb a lista, mint amennyit várnának. Mi vagyunk a felelősek azért, mert mások nem tudnak versenyképes és erőteljes kampányt folytatni. Mi vagyunk a felelősek azért, mert mások nem tudják összegyűjteni az aláírást. Mi vagyunk a felelősek azért, mert a választás kimenetele többé-kevésbé szerintük lefutott. A kampánynak azonban tétje van. Az elmúlt négy évben kialakított teret be kell lakni. Az embereknek fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül tudják leginkább érvényesíteni érdekeiket. Az emberek számára tudja fontos az, hogy valaki megszólítja őket. Én többek között azt látom most ebben a pillanatban, hogy egyeseket az zavar, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a közösség túlnyomó többségével kapcsolatba tudja, hogy hogy hívják és hol lakik azt szeretném itt most nyilvánosan elmondani, hogy elégedetlen vagyok azzal, hogy csak a közösségnek a feliről tudjuk, hogy hogy hívják, és hol lakik, és abban a házban kik laknak. Mert azt gondolom, hogy nem lehet úgy érdeket érvényesíteni, illetve csak úgy lehet érdeket érvényesíteni, hogyha az ember ismeri a közösségnek a tagjait. A magyar közösségben pedig tudatosítani kell, hogy miért fontos számára ez a választás. A nemzeti tanácsi választás az egy különös választás, mert csak a nemzeti közösségekhez tartozóknak a választása nekünk kell megteremtenünk a hangulatot, nekünk kell megteremteni a közhangulatot a választással kapcsolatban, és erről szól a kampány, erről szólnak a reklámok. A választások után az új összetételű Magyar Nemzeti Tanácsnak az elfogadott stratégiákat kell asztalra raknia, azokat áttekinteni és megnézni, hol kell és hogyan módosítani, milyen új tartalmakat kell elindítani, mondta Pásztor István. Az MNT az elmúlt négy éves munkája során sok pozitív dolgot ért el, de nem tökéletes mint ahogy semmi sem az, hangsúlyozta a VMS elnöke. Az ösztöndi programmal kapcsolatban nagyon nagyok voltak az elvárások, és ezek az elvárások ezek találkoztak az élettel, mert szükségük van a családoknak arra, hogy a gyerek támogatást kapjon, hogy egyetemre tudjon járni. De egészen biztos, hogy az a fajta pontrendszer, ami kialakult, az a fajta Prioritásrendszer, hogy kinek adunk és kinek nem, és miért van az, hogy jóformán mindenkinek adunk, és jója az, hogy mindenkinek adunk, független attól, hogy hova iratkozik, és hogy vissza kellett kérni azoktól, akik megkapták és nem szolgáltak rá, mert nem hozták nem az eredményt. Nem Így van, rá. nem olcsolódtak. Ezeket a dolgokat újra kell gondolni, és azt gondolom, hogy, hogy itt tárgyszerűnek és tényszerűnek kell lenni. A VMS elnöke hozzátette, nem csak az a céljuk, hogy megnövekedjen a magyar egyetemisták száma, hanem az is, hogy olyan tanulmányokra sarkalják a diákokat, ami közösségi érdeket szolgál. Emellett olyan szakmákat tanuljanak, amelyek elvégzése után munkát is tudnak kapni szülőföldjükön.